Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Sportpálya udvarán. Szepesi Tiborral, a Délinél Kulturális Központ megbízott igazgatójával beszélgetünk. Mögöttünk már nagyon élvezik a gyerekek ezt az új létesítményt. Mi is ez pontosan? Ez egy szabadtéri kondicionáló park, amely egyre szélesebb körben kezd terjedni, nem csak Európában, hanem Magyarországon is. Én azt gondolom, hogy egy üde színfoltja lesz a karcagi sportéletnek. És hogyan lehet majd használni? Tehát ez bárki bejöhet, vagy csak akik ide járnak sportolni, tehát ez nyitott lesz a lakosság előtt? Ez teljesen nyitott, bárki szabadon használhatja. Maga a gépekről is azt kell tudni egyébként, hogy mindenféle előképzettség nélkül, mindenféle edzői és egyéb tapasztalat nélkül bárki szabadon használhatja, hiszen az egész konstrukció úgy épül föl, hogy minden izomcsoport megmozgatásra kerül, hogyha végigmegy mindenki a gépeken. És gyakorlatilag nem kell hozzá semmiféle tudás, hiszen egyértelmű maga a gépek használata, teljesen biztonságos, úgyhogy ajánlom mindenkinek. És honnan jött az ötlet? Tehát gondolom, akkor ön már látott máshol hasonlót, és ezért készült ez ide? Igen, sikeresen kipróbáltunk többet már az országba. Elég régóta gondolkodunk azon, hogy jó lenne Karcagon is egy ilyen szabadtéri kondicionáló parkot megépíteni. Szerencsére pályázati pénzből volt lehetőségünk arra, hogy néhány gépet megvásárolhattunk, illetve magánszemélyek adományából tudtuk kiegészíteni ezt a gépparkot a Karcagi Sportegyesület támogatásával, és hát nyilván azoknak a segítőknek támogatásával, segítőknek az akaratából jött létre itt ez az egész kondicionáló park. Gondolok itt a terület kialakítására, a háncsra, és minden olyan dologra, amely azt gondolom, hogy méltó környezetet teremt ahhoz, hogy megfelelően használhassuk a gépeket. Épp ezt akartam én is kiemelni, hogy tehát azért látszik, hogy aki leesik is azért puhára esen idézőjelbe téve, tehát nem beton. Gondolom ez is egy tudatos dolog volt, hogy ez is környezetbarát legyen. Természetesen én azt gondolom, hogy így illik a környezetbe. Ha valaki szeret mozogni, akkor és szabadban mozogni, akkor azt gondolom, hogy igen, ez egy olyan környezet, amely méltó hozzá. Itt azért már láttuk, hogy nagyon tetszik mindenkinek, én azt kívánom, hogy legyen tényleg teljes kihasználtsága, és esetlegesen még újabb, itt még azért van hely, nem tudom, hogy gondolkodnak ennek a bővítésében, de azt, hogy legyen erre lehetőség. Köszönjük szépen, és hát természetesen szeretnénk bővíteni. Reméljük, hogy a használtság azt fogja mutatni, hogy szükséges lesz. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Tisztelt Minister úr, alpolgármester asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai ünnepi pillanatban, ünnepi alkalomkor. Őszintén megmondom, nagyon jó itt állni, és ezen a avató rendezvényen részleni, hiszen ez már a harmadik olyan avatás egymás után minden pénteken, amikor valamilyen sport a kapcsolatos egészség megőrzéssel, a sportos életmóddal kapcsolatos objektívot adhatunk át. Ha tetszenek emlékezni, két héttel ezelőtt történt meg az erdélyi futópályának az átadása, ami óriási terhelésnek és sikernek van kitéve. A múlt hét pénteken adtuk át a karcagvárosi strandfürdőt, ami ismételten az egészséges életmóddal, a sporttal kapcsolatos, és ezen a pénteken pedig, ez teljesen véletlenszerű természetesen, átadjuk ezt a bizonyos kondi parkot, ami legalább olyan hasznos, mint az előző kettő említett objektum. Az egyik futással, a másik a úszással, ez pedig kifejezetten az erőfejlesztéssel foglalkozik, illetve az erőt lehet fejleszteni, ellentétben a másik kettővel, ahol ciklikus sportágakat lehet gyakorolni. Ahogy igazgató úr is mondta, aki maga is sportember volt, és a mai napig is az, ez egy újabb, nagyon szép és nagyon fontos kis objektum, ahol az volt a cél, hogy azokat az embereket, akik elkísérik ide a gyermekeiket, esetleg valamilyen edzésre megszólítsuk, és biztassuk arra, hogy addig, amíg a gyermekek sportolnak, mondjuk a csarnokban vagy a műfüves pályán, addig ők se csak nézelődjenek, hanem töltsék hasznosan az idejüket. Persze ez csak egy réteg, ezen túl bárkit nagyon-nagyon szívesen látunk itt az edzőgépeken. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez az intézmény a
leglátogatottabb karcok intézménye közé tartozik. Nyugodtan mondhatom, hogy a kórház kivételével ez a másik olyan objektum, ahol a legtöbb ember jár naponta, hiszen kora reggeltől késő estig nyitva áll, és a sportolni, szórakozni vágyók rendelkezésére áll. Ez több mint 400 ember jelent naponta. Az, hogy a csarnok lehetőségei, a műfüges pálya lehetőségei után most még egy ilyen edzőparkkal is gazdagodott, én azt hiszem, hogy boldogsággal kell, hogy eltöltse a szívünket. Hölgyeim és uraim, kedves fiatalok, én a kamerákon keresztül is üzenem a karcagiaknak, hogy ezt a lehetőséget is használják ki, éljenek azzal, hogy itt mondhatni majdnem törhetetlen és nyűhetetlen gépek állnak rendelkezésre. Tessenek az izmokat erősíteni, fejleszteni, hiszen erre van szükség a fiatalok részéről egyértelműen, de a idősebbek számára is tudom ajánlani, hiszen addig, amíg sportolni tud az ember, addig biztos, hogy fiatal. A sport az csak jóra nevel mindenkit, olyan jellemeket, jellemvonásokat alakít ki az emberben, az emberekben, ami mindenképpen pozitív, tehát ezzel a lehetőséggel élni kell. Én nagy örömmel adom át ezen a pénteken ezt az objektumot, mint ahogy tettem a múlt héten és az azt megelőző héten a másik két objektumot is. Köszönöm mindenkinek a munkáját, szervezőkészségét, odafigyelését, akaratát, hogy ez a edzőpark, ez a kondipark létrejöhetett, és még egyszer jó szívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Remélem, hogy ez a géppark, amely 13 ember tud egyszerre foglalkoztatni, használva lesz a sportolni vágyóknak. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket! Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is itt van ennek a sportpályának az átadásán, illetve ezeknek az új eszközöknek, kondicionáló eszközöknek. Nem tudom, hogy lesz-e ideje arra, hogy kipróbálja ezeket? Hát nem tudom, hogy mikor lesz időm, de mindenképpen ki fogom próbálni. Ez egy nagyon szép fejlesztés, hiszen az elmúlt években a csarnok is teljesen megújult, és mellett a műfüves pálya szintén egy népszerű fejlesztés, beruházás volt, most pedig ez a ilyen testépítő park gazdagítja a választékot. Én remélem, hogy sokan fognak majd ide látogatni, és a fölös energiájukat itt fogják levezetni, illetve erősítik magukat. Reméljük, hogy így lesz, és hát abban is bízunk, hogy nagyon sokan megszeretik, hiszen itt láttuk, hogy gyerekek már itt vannak, sportolók is, anyukák is, apukák is, tehát reméljük, hogy ez egy ilyen családi találkozóhelyé is fog válni. Egy kedvelt célpont a sportcsarnok, hosszú nyitvatartási idő van, többféle lehetőség a csapatsportákra és az egyéniekre is. Hát ezt a lehetőséget én remélem tényleg nagyon sokan ki fogják használni. Egyébként is itt van a nyár, a mozgás időszaka, a jó idő időszaka, és hát látszik, hogy már elkezdték itt kipróbálni a fiatalok ezeket a kínzóeszközöket. Idézőjelben téve kínzóeszközöket, de azért reméljük, hogy önnek is lesz egyszer alkalma ezt kipróbálni. A megnyitó után meg fogom tenni az első próbát. Köszönjük szépen! Köszönöm!